Összesen 61 labdarúgó mérkőzés címeres mezben, de Juhár Tamás és Fehér Csaba sem képviselhette világbajnokságon a magyar színeket. A golfpályán viszont megvalósulhat a régi álom, ugyanis mindketten résztvevői az első hivatalos futgolf VB-nek. Az ember fölállít rekordokat, én is mindig szeretem azt, hogyha túl tudom szárnyalni a saját határaimat. Tehát nekem az a célom, hogy én egy versenyhelyzetben tudjam megdönteni azt, amit edzés körülmények között játszottam. Fehér Csabának viszont nehéz dolga lesz, ha felül akarja múlni korábbi teljesítményét, mivel jelenleg több pályán is ő a csúcstartó. Szerencse is kell természetesen, különböző időjárási viszonyokhoz különböző módon kell alkalmazkodni, és jó formába kell lenni. Azt mondják, hogy a labdarúgás is feljáték, na most ez meg főleg. Tehát, hogyha itt valaki elveszíti a fonalat egy rossz rúgás után, akkor szerintem az egész versenye oda lett. Tehát itt a koncentrálásnak és a fejnek nagyon-nagyon ott kell lenni, hogy a lábics jól teljesítsen. Ez legurul koma! A magyar szervezésű világbajnokságra eddig a sportág őshazája Hollandia mellett az Egyesült Államok, Mexikó, Argentina, Olaszország és Belgium sportolói jelentkeztek. Mivel senki nem rendezett ideig világbajnokságot, adott esetben lesznek is hibák, megpróbáljuk úgy csinálni az egészet, hogy ne vegyék észre hibákat, és mindenkinek szerintem egy utat fogunk mutatni, hogy a jövőben adott esetben hogy lehetne összerakni egy profi rendezvényt, egy profi világbajnokságot. A kisoroszi golfpályán június 1-e és 3-a között a legjobb 40 magyar indulóval együtt körülbelül 100 játékos rúgja majd a labdát. Én voltam kint személy szerint Belgiumban, meg Hollandiában is már kétszer, megnéztem a kinti mezőnyt. Vannak itt nagyon ügyes játékosok. Szerintem elég komoly verseny lesz itt a úgynevezett fődíjért, de minden esetre azért valamilyen szinten előnyünk van, mert egy részét a pályának ismerik a magyar játékosok. Szerintem egy jó felmérés lesz a világnak, hogy ki hol tart a futgolfon belül. Tényleg így az ember, ahogy jár ki, de rendszeresen megismeri az embereket, megismeri ezt a kis lelkes társaságot, akik tényleg mindent megtesznek azért, hogy ez egy sikeres dolog legyen, és ez a sikeres dolog ez Magyarországhoz kötődhessen. Hát nagyon szeretnénk, és nagyon jó lenne, hogyha az ő álmuk, vagy mindannyiunk álma így valóra válna. A játékosok álmához, a VB címhez 18 pályát kell teljesíteni, méghozzá kétszer. A cél látszólag egyszerű, a lyukakba a lehető legkevesebb próbálkozásból kerüljön be a labda.